érettségi. Történelemmel folytatódott az idei írásbeli érettségi vizsgaidőszak. Megemlékezés. Koszorúzással emlékeztek a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai a tűzoltók védőszentjére, Szent Flóriánra. Felvételi. Rendkívüli felvételi eljárásban továbbra is várja a 8-os diákok jelentkezését a Dunafer szakközép és szakiskola. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Történelemmel folytatódott az idei írásbeli érettségi vizsgaidőszak. A középszintű vizsga két részből egyszerű, rövid választ igénylő, valamint kifejtendő feladatok megoldásából állt, amelyeket a diákoknak 180 perc alatt kellett teljesíteniük. A 180 perces középszintű történelem írásbeli érettségi feladatait oldják meg a Kálvin János Református Gimnázium általános iskola és szakiskola diákjai. Az egyik vizsgázó úgy véli, hatalmas segítséget nyújtott a mindenki számára használható történelem atlasz. Összességében hát mondjuk azt, hogy nehezebbre számítottam, mint amilyen volt. Mondjuk az annyiból jobb volt, hogy lehetett használni az atlaszt, abban egy csomó minden benne van, így segítségnek, évszámok, meg hasonló dolgok, meg egy személynek több rész is ott van még. Ilyen plusz dolgokat, amit leírok esetleg. Szóval annyiból jobb volt. Az intézmény tanügyi igazgatója elmondta, az írásbeli vizsga két részből állt. Egyszerű, rövid választ igénylő, valamint kifejtendő feladatok megoldásából. Úgy véli, a tanulóknak könnyű dolguk volt, főként a vizsga második részét illetően. Történészem már nagyon-nagyon jó eszék, de például kiemelném a Károly Róbertnek a gazdaságpolitikáját, ami egy nagyon jól megírható és megtanulható tananyag. Ez a kifejtős része, az első része pedig ugye ez a rövid kérdés, rövid válasz része a feladatsornak, és áttekintve ez is könnyen megírható. Csikós Imre hozzátette, intézményükben 39-en írtak középszintű történelem írásbeli vizsgát. Május 5-én, csütörtökön reggel 8 órakor országszerte angol nyelvből bizonyíthatnak a tanulók. Koszorúzással emlékeztek a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai a tűzoltók védőszentjére, Szent Flóriánra. 1991 óta ünneplik Magyarországon május 4-én a tűzoltók védőszentjét, ezúttal az Interciza Múzeumban a tűzoltóság történetét bemutató kiállításon látható Flórián szobornál koszorúztak. Mindenképpen szeretjük Flóriánt, és akárki akármit is mond, a mai ember is azért hisz valamiben, és nagy bajok idején, ha nem is mondjuk ki, de azért fejben igenis gondolunk rá. És... A Szent Flórián kultusz eredetéről beszél Orosz Csaba, Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. Május 4-én emlékeznek meg ugyanis a tűzoltók védőszentjéről, Flórián alakjáról. Szent Flórián egy római százados volt, egy centúrió, időszámításunk után 304-ben a mártírhalált halt, ugye kereszténység vágyával illették őt és katonáit, ő hitét nem dobta el, megkínozták, és ezután a nyakába egy malomkövet kötöttek, és folyóba lökték. Szent Flórián alakjához számos történet és monda kapcsolódik. Kultusza a 15. században Ausztriából terjedt Magyarországra. A 15. század körül érkezett a Flórián hit Magyarországra, az ő tisztelete. Főleg falvak belsejébe, közepére állítottak Flórián szobrokat, vagy a házak falára. Akkor is állítottak Flórián szobrot, ha a szomszéd faluban volt tűz, hogy náluk ne legyen, vagy hogyha a saját faluban történt, vagy városban tűzeset, akkor ő hozzá könyörögtek, hogy újabb káresemény ne keletkezzen. Igazából az újkori tűzoltóknak is a védőszentje, és ezen kívül még sok tüzes szakmának, például a kéményseprőknek is. A megemlékezésen részt vett a Dunaújváros és környéke biztonságáért közalapítvány kuratóriumi elnöke is. Udvari Sándor elmondta, az eseményt a közbiztonsági hónap részeként szervezték meg, amelynek egyik legfontosabb feladata az emlékek fenntartása. Fontos ugye a múltunk, fontos a megemlékezés. Ez a tűzoltók szempontjából ez ugye a mai nap, a Flórián nap, ami egyben a Mónika nap is, itt köszönthetjük a Mónikákat is, ugye. Ekkor, ahogy a Csaba is elmondta az előzőekben, régebben ezek nagyobb ünnepségek voltak, mára már szökültek, de úgy gondolom, hogy az emléket fenntartjuk.
Az előző évektől eltérően az idei évben a Katasztrófavédelmi Múzeum Flórián szobránál emlékeztek, amely a Tűzoltóság története című kiállítás részeként is megtekinthető az Interciza Múzeumban. A szentet ábrázoló szobor a 19. század végéről származik. Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének napját 1991 óta ünneplik Magyarországon, május 4-én. A hagyományokhoz csatlakoztak a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltói is, akik koszorúzással fejezték ki tiszteletüket Szent Flórián szobra előtt. A DSTV híradóját Berek Szandra tudósította. Dudik Fesztivál. Online már megkezdődött a jegyértékesítés az idei rendezvényre. A belépőket a www.ticketportal.hu oldalon vásárolhatnak az érdeklődők. Személyes jegyvásárlásra május 11-től lesz lehetőség a Dunaújvárosi Egyetem EHÖK irodájában, a Dózsa-mozi előtti téren, a Turinform, valamint a Ticketportál jegyirodáiban, országszerte 230 helyen. Ugyanúgy, mint tavaly, az Alsó-Dunaparton kap helyet a fesztivál. Nagyon kedveljük ezt a helyet, mivel városközpontban van, és mindenki számára elég könnyen elérhető. Idén a fesztivál június 9 és 12-e között lesz, ugyanúgy 4 napos lesz, mint az elmúlt években, csütörtöktől vasárnapig. A jegyeket május 11-től lehet megvásárolni offline módon, online jegyértékesítésünk az már folyik. A 4 napos fesztiválra szóló belépőket június 8-áig lehet elővételben megvásárolni, online és offline módon egyaránt. Gusztos Piroska tájképeiből nyitotta meg a Munkás Művelődési Központ galériája a legújabb tárlatát. A művész 3 éve alkot realista stílusjegyekkel, aki ezen a kiállításon mutatkozik be először önálló tárlatával. A kiállítást május 21-ig tekinthetik meg a kultúra kedvelők. Aki végignézett már tárlatán esetleg, vagy ismeri az alkotásait, tudja, hogy mi a realista stílusnak a képviselői vagyunk. Nógrádi Katalin festőművész nyitotta meg a Munkás Művelődési Központ legújabb kiállítását, amelyen egyik tanítványa, Gusztos Piroska munkáit tekinthetik meg az érdeklődők. A festőnő 3 éve kezdett el ezzel a művészeti területtel foglalkozni. Először jobbagyféltekés tanfolyamra járt, majd festő tanfolyamon vett részt, ahol akrillal dolgozott. Mint mondta, az alkotásaihoz az inspirációt számos területről szerzi. Én szoktam az interneten is nézni képeket, és ha valami megtetszik, akkor megpróbálom megfesteni. Ott a szakköröm pedig úgy van, hogy mindig valaki kiválasztja, milyen témakörbe legyen, és akkor esetleg hoz is egy képet, és úgy azt megfessük. És mindenki maga dönti el, hogy milyen színbe, tehát a keverés az már lényegtelen, csak igazából annyit mond a Kati, hogy na hát akkor figyeljünk a horizontra. Nagyon örülök neki, és ahogy az ő szavaival éljek, azt mondta, hogy itt találtam meg a boldogságot. Nógrádi Katalin elismerően beszélt tanítványa munkásságáról, mint mondta, ígéretes festői tevékenység és elismerés vár még Gusztos Piroskára, akinek ez az első önálló tárlata. Sok-sok ember, akinek úgy megfordul a fejébe, hogy hú, meg kéne próbálnom a festést. Én mindig azt mondom, hogy annak a génnek hozták magával a tehetséget, csak egy kéz kell, aki úgy megfogja egy picit a hónalányul, és a helyes útra tereli, és egy kicsit ezt a gyémánt, ezt a csiszolatlan gyémántot megcsiszolja. Úgyhogy a Piroska teljesen ezt testesíti, ezt a prototípust, így mondom, hogy benne voltak, szóval benne voltak ezek az adottságok, tényleg úgy volt, hogy csak meg kellett indítani a jó irány felé. A realista stílusjegyekkel elkészült tájképeket május 21-éig tekinthetik meg a művészetkedvelők a Munkás Művelődési Központ galériájában az intézmény nyitvatartási idejében. A felvételi eljárás második szakaszában, az úgynevezett rendkívüli felvételiben továbbra is várja a 8-os diákok jelentkezését a Dunafer szakközép és szakiskola. A diákoknak május 13-áig van módjuk jelentkezni a fennmaradó betöltetlen helyekre. Látványos programokkal várta az általános iskolásokat és szüleiket a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunafer szakközép és szakiskolája a szakmák éjszakája rendezvényén.
Bár a felvételi eljárás első szakasza már lezárult, a második ütemben, meghatározott esetekben még van mód jelentkezni a Dunaferbe. Mint azt Zemankó Zoltán, az iskola oktatási igazgatóhelyettese elmondta, az első szakasz mellett létezik egy úgynevezett rendkívüli felvételi eljárás is. Az a 8. tanulók számára nyújt lehetőséget az iskola választásra, akiknek ezt az általános szakaszban nem sikerült, valami miatt lehet, hogy egy iskolát, egy intézményt jelöltek meg, vagy lehet ennek bármilyen más oka is, de mivel kötelező számukra iskolát választani, ezt a Dunafer iskola többi középfokú intézmény mellett természetesen gondolta úgy, hogy ezeket a szabad helyit, amik még vannak, szabad kapacitását felajánlja a 8-osok számára. Zemankó Zoltán elmondta, mely képzésekben vannak még fennmaradó helyek a rendkívüli felvételi eljárásban. Szakgimnázium közül a villamosipar és elektronika ágazatban, illetve a gépészet ágazatban vannak még szabad helyeink. Ezek a ma szakgimnáziumnak hívja a törvény, de ezek a korábbi szakközépiskolai érettségit adó képzéseinket jelentik, illetve a ma már szakközépiskolának hívott, de korábban ugye szakmunkás és szakiskolának nevezett szakmák, hagyományos szakmákat is jelentik. Hagyományos szakmáink közül a villanyszerelő, illetve az ipari gépész és épületi szerkezetlakatos szakmák azok, amelyeket a tanulók választhatják. A rendkívüli felvételi eljárásra való jelentkezés határideje május 13-a. A Ferencvárosi Tornaklub két sportolója volt a Szilágyi Erzsébet általános iskola vendége. Az eseményen a diákok Bognár Enikő labdarúgóval és Takó Dániel kézilabdázóval találkozhattak, valamint értékes nyereményekért játszhattak egy vetélkedőn. Hajrá Fradi felkiáltással fogadták a Ferencvárosi Tornaklub két sportolóját a Szilágyi Erzsébet általános iskola tanulói. Az intézmény Bognár Enikő labdarúgót és Takó Dániel kézilabdázót látta vendégül az iskola tornatermében. A rendezvény ötlete Farkas Márta tagintézmény vezetőtől származik. Úgy jött az ötlet, hogy a férjem nézte az egyik tévéműsort, amelyiken sportot közvetítenek, és szólt, hogy nézd, csak iskolákba mennek ki a fradisok, és ott lehet ilyen programot szervezni, és akkor fölvettem velük a kapcsolatot, és nagyon örültem, hogy szándékoztak, illetve szándéknyilatkozatot adtak, hogy jönnének hozzánk. Hozzátette, hasznosnak találják a Ferencváros sportolóinak látogatását. A sport maga egy jó dolog, mert ugye az sok mindenre megtanítja az embert. A gyerekeink között is sok sportoló van, úgyhogy remélem, hogy igen, pozitívan fog ez majd hatni rájuk. Takó Dániel kézilabdázó elmondta, az iskolákban tett látogatások mindig különleges események számukra. Nagyon lelkesen fogadnak minket. Ez a gyermeki öröm, ez egy külön élmény számunkra, tulajdonképpen ahogy vidám arcokkal találkozunk és örülnek nekünk. Az eseményen a gyermekek számára vetélkedőt rendeztek, amelyen a Ferencvárosi Tornaklub különböző ajándékait nyerhették meg. A Dunaújváros Gorilláz amerikai futball csapatának edzőjét Grácz Vilmost választotta a sportág vezetősége szövetségi kapitánynak, így a dunaújvárosiak mestere irányítja majd a nemzeti csapatot a szeptemberi Lengyelország elleni találkozón Székesfehérváron. A Gorilláz edzője azonban egyenlőre a klub feladatokra koncentrál, hiszen vasárnap hazai pályán fogadják tanítványai a Budapest Cowbells együttesét. Immár a nemzeti válogatott szövetségi kapitányaként irányítja a Dunaújváros Gorilláz edzéseit Grácz Vilmos. A dunaújvárosiak mesterét a közelmúltban a válogatott vezetőedzői feladataival bízták meg. A szakember a szeptemberi Lengyelország elleni barátságos mérkőzésen mutatkozik majd be szövetségi kapitányként, amelyet Székesfehérváron rendeznek. A nyáron ennek megfelelően alakul majd a válogatott felkészülése. Több edzőtábor, új játékosok válogatása. Júliusban új játékosokat válogatunk, és utána augusztus 22-29-ig egy
hosszabb edzőtábor lesz a válogatottnak. A tréner következő feladata a klub csapata, a Dunajváros Gorilláz vasárnapi mérkőzése lesz. Mint elmondta, a legutóbbi hazai találkozón népes szurkolótábor drukkolt tanítványainak, és abban bízik, hogy a következő megmérettetésen is számíthatnak a hazai nézőkre. Hál' Istennek egyre több nézőt látok kijönni a mérkőzésünkre, ami nagyon nagy öröm. Azért jó pár éve itt vagyunk már, úgyhogy örülök, hogyha a város lakói kijönnek és megnézik a fiaikat. A Dunajváros Gorilláz amerikai futballcsapatának mérkőzése vasárnap délután 4 órától kezdődik a Vidán Park helyén levő műfüves pályán. A dunajvárosiak a Budapest Cowboys második csapatát fogadják. Csütörtökön a nap első felében több órás napsütés és kevés felhő várható, déltől megnövekszik a gomoly felhőzet és szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Reggel 10, délután 21 fok körüli értékeket mérhetünk. Következnek főbb híreink még egyszer, röviden. Érettségi. Történelemmel folytatódott az idei írásbeli érettségi vizsgaidőszak. Megemlékezés. Koszorúzással emlékeztek a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai a tűzoltók védőszentjére, Szent Flóriánra. Felvételi. Rendkívüli felvételi eljárásban továbbra is várja 8-os diákok jelentkezését a Dunafer szakközép és szakiskola. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.